Védjük meg a Magyar Tudományos Akadémiát, védjük meg közös értékeinket, ezzel a címmel szervezett tüntetés Budapestre az Oktatói Hálózat és az Akadémiai Dolgozók Fóruma. A résztvevők az akadémiai kutatóintézetekkel kapcsolatos átalakítási tervek ellen tiltakoztak. A rendezvényen több ellenzéki politikus is megjelent. Felszólalt Rainer M. János, az 56-os intézet vezetője, szerinte a tervezett átalakítások az MTA kutatóintézeteinek végét jelenthetik. A tudás ügyéről van szó, mindarról, amit ez az épület jelent és jelképez, és még többről. A szabadság és az önrendelkezés még mindig létező köreiről és tereiről, amelyeket politikai akarat olvasztani akar.